A köztársaság párt három ügyben tett feljelentést Zentaközség önkormányzata, illetve az Zentai önkormányzat ellen korrupció, hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanújával. Az elsőt közel 100 millió dinár nem a törvényeknek megfelelő módon történő felhasználásának állítólagos eltusolása, illetve elhallgatása ügyében. Az ellenőrzés jegyzőkönyve birtokunkba került, amiben 100 millió dinár plusz-mínuszról van szó. Ennek a pénznek a visszaélését latolgatjuk, és meg is lett írva a bűnvádi feljelentés ellenük, de viszont valaki, sejtjük is, hogy ki, fiókba rakta, és nem firtatta tovább az ügyet. A második feljelentést az optikai kábelek lefektetésével és használatával kapcsolatos állítólagos visszaélések, a harmadikat pedig a közbeszerzési törvény állítólagos be nem tartása miatt tették meg. A feljelentők saját elmondásuk szerint mindegyik ügyben kézzel fogható bizonyítékokkal is rendelkeznek, amelyeket az illetékes szervek rendelkezésére fognak bocsátani. A téma kapcsán megkerestük Ceglédi Rudolfot, Zentaközség polgármesterét is, aki saját elmondása szerint egyelőre csupán a sajtóból értesült az ellene irányuló feljelentésekről. Semmilyen sem az önkormányzat, még hivatalos információt erről nem kaptunk. Mi egy megkapjuk, akkor megtesszük a szükséges nyilatkozatokat, meg fogjuk adni, tehát akkor fogjuk ismerni pontosan, hogy miről is van szó. Molnár Béla elmondta, a további korrupció gyanús eseteket is vizsgálnak nem csak Zentán, hanem a környező településeken is, amelyekkel kapcsolatban rövidesen újabb feljelentések várhatók.